Szeretettel köszöntöm a Pázmásból hallgatóit, Radakovics Mihály vagyok, ez pedig az e-heti One Hand Show, ahogy a kézzel a világ legfontosabb történéseit fogjuk elemezni. Kialakult a női kézlabda Európa Ligában a negyed döntő mezőny, és hát három magyar csapat is bejuthatott volna ide, hát végül egynek sikerült megélni a kieséses szakaszt, újabb fordulót rendeztek a férfi kézlabda BL-ben és Európa Ligában is, illetve jelentettek be átigazolásokat is, meg hát a bajnokságokban is zajlottak az események. Kezdjük a legfrissebbekkel, a női Európa Ligával. Ugye ismét pár lépett minden négy magyar csapat a hétvégén. Először időrendi sorrend érdekében szombattal kezdeném. Ugye a Vác már számára tét nélküli mérkőzésen látta vendégül a Ramniku Völcső együttesét, és hát egy szoros találkozón végül 25-26-ra nyertek a románok. Persze, az a Vác játéka is remeknek mondható, hogy Ballai Borbála meg Kucora Csenge is 7-7 alkalommal találtak be. És ami még egy szépségtavasz lehet, hogy Satrű Natali egyik találata lett a legszebb a héten a női Európa Ligában, szóval a búcsú összességében szépnek mondható, Herbert Gábor együttese tehát 2 ponttal zárt. Tehát a románok azért is örültek annyira, hiszen ők ezzel a győzelemmel második helyen jutottak be a kieséses szakaszba. Hát történelmi találkozó lett a Dortmund-Siófok csata, hiszen a Westfalenhalléban rendezték meg, és hát több mint 11.112-en voltak kint a találkozón. Hát ezt teszem hozzá, női Európa Ligában rekord, vagy mondhatni versenyrekord, és hát Németországban női kézilabda mérkőzésen ennyien még sohasem voltak kint, ami a klubcsapatokat illeti. Hát fantasztikus hangulat fogadta a két együttest. Az első félidőben a Siófoknak sikerült jobban, hiába vették 10-10 az állást, azért remekül játszottak Kajdon Blankék, aki egyébként egyik találata bekerült az öt legszebbbe. Aztán a második félidőben átvették az irányítást a németek, és hát végül nyerni tudtak. 26-23-ra, ugye Meret Ossenkopf volt az, aki a 7-szer talált benne akárhogyan testet, még az a két kapus is remekül játszott, hogy Jonathan Holde 14-szer, Márnyi Rács is ugyannyiszer tudott védeni, mindkettőjük egyik védése bekerült a legszebb ötbe ezen a héten. Szóval lehet nem volt olyan sok gól, de erről a kapusok meg a védelmek azért gondoskodtak. És hát így is teszem, hogy egy történelmi találkozó volt ez, amely miatt lehet kicsit keserre szájézünk, és Siófok végül másodikként jutott tovább, de hát az ilyen hangulatban egy ilyen arányú alulmaradás összességében nem nevezhető rossznak. Hát reméljük, hogy a kieséses szakaszban már jönnek a győzelmek, persze nem mondhatók volna azt, hogy ne jöttek volna eddig is. Ugye a Siófok 8 ponttal zárta a csoportja másodikén, és ellenfele majd az a Herning Ikász lesz, amely ugye egyedüliként zárta hibátlanul a csoportkört. Hát fel kell majd kötni a gatyákat. Sorsdöntő találkozó várt a Moson Magyaróvára a Nant ellen az UFM arénában, és hát sajnos nem lett ennek jó vége. Gyurkános együttese ugye nyernie kellett ahhoz, hogy bejusson a kieséses szakaszba, azonban hát nem tudott valami sokáig fejfejmet haladni ellenfelével, mindegy 20 percig csupán. 11-11-et követően csak az eredmény utáni futás maradt. Főleg a másik félidő nagyon rosszul kezdődött Moson Magyaróvári szempontból növelni tudta előnyét a francia együttes, és hát volt egy 11 perces gólcsend, amely hát 41 és 51. perc között, és hát valljuk az ilyen 41 és 52 között, hogy pontosabbak legyünk, és hát az ilyen nem fog beleférni ezen a szinten, el is ment ez a mérkőzés. Végül 32-29-en nyertek a franciák, ez pedig azt jelenti, hogy ugye a sorozat 2021-es bajnoka jutott be a 8 közé, és hát lett másik az igaz mögött, a Moson Magyaróvár meg 4 ponttal zárt a harmadik helyen. Hát valójában, hogy egy csapat a hazai találkozóján a 20. perctől ez az eredmény után fut, az nem sok jóval kecsegtet. Keserű lett persze a szájunk íz, hogy ebben azért benne lehet volna egy Moson Magyaróvári továbbjutás, de hát
Sajnos ez nagyon nem sikült. Hiába Szemerei Zsófi 11 védése, hát túloldalon Natáliában és Léna Grandvő 8-8 alkalommal találtak be, ez egészen hihetetlen egyéni teljesítmény, mind a svédtől, mind a franciától. Hát, mosom, hogy teszem, hogy a tavaly is éppen egy francia riválistól, a Besançontól, mert Besançonnal szemben maradt alul, hiába egy mondani sima az egy győzelem, idegenben sikerült még többet kikapni, és így ment el a második hely. Ha most talán teszem, hogy oda-vissza legyőzte a kisalföldieket. Hazai pályán itt volt a lehetőség, hát nem sikerült élni ezzel. Bízunk abban, hogy ha Mosó-Magyarvár legközelebb ott lesz az Európa Liga csoportkörében, akkor sikerül majd onnan tovább jutni. De nem szabad ezért csüggedni, hiszen bármilyen is teszem hozzá, ugye legyőzték, döntetlen játszottak ugye a Ferencváros ellen még a bajnokságban, 22-22-t, a hazai versenysorozatokban azért pontosabban a Mosó-Magyarovár már csak a bajnokságban oda tudja tenni magát. Ha oda teszik magukat, akkor meg lehet az a nemzetközi kupa pozíció, és hát bízunk abban, hogy azért ez a vereség nem szegi majd az óvári hölgyek kedvét a játéktól. Nyilvánvalóan fájó tud lenni, hogyha nem sikerül egy ilyen lehetőséget kiharcolni. Ezzel most a kupában ugye 30-25-re kaptak ki a Siófoktól előző héten idegenben. Az MKC. Tehát most bajnos a ötödiken állnak egyébként 17 ponttal. Szóval nincs azért veszve semmi sem, ami a jövő nemzetközi kupa szereplést illeti. Folytatni kell tovább, nincs mese. Bármennyire is egy kihasználatlanul maradt lehetőségként emlékezhetnek sokan vissza erre. De hát ilyen ez az Európa Liga. És hát mondjuk, és hát teszem, hogy egy még szürreálisabb történet következik. Hát ugye vasárnap 16 órakor fogadta ugye Szula a Nyköping együttesét. Itt ugye a Debrecen szempontjából az kellett, hogy ez két esély norvég legyen, de ennek ellenére a Nyk nyert 28-26-ra, és hát ugye 18-as Debrecen Podravka mérkőzés már tét nélküli volt mindkét csapat számára. Hát úgy kellett pályára lépni a hajdúságoknak, hogy tudták, hogy bármit játszanak, nem lesz elég. És hát a remek az első időben azért irányították is a mérkőzést az aljak, és az első horvát találatra majdnem 9 percet kellett várni 5-0 után. És hát úgy nézett ki, hogy sima mérkőzésre tellabdázóknak, a másodikban vissza tudtak jönni a vendégek, sőt ki tudtak egyenlíteni, és hát végül mintegy 20 másodperccel a végül Mariana Costa szerezte meg a győztes startot, mert bekerült egyébként a hét legszebbjei közé, és lett így 32-31 a végeredmény. A mezőny legeredményesebb egy Kácsor Géta volt 7 találattal. Hát a koncentráció nagyon visszaeshetett a hajdúságoknál, esett itt. Ebben az esetben a Lokinak 8 pont nem volt elég az, hogy tovább is, hiszen ugye ennyivel végzett a Szula meg a Nyköping is, azonban hát az egymás elleni mini tabellán a Debrecennek volt a legrosszabb a gólkülönbsége. Hát nagyon sokba került a dánok elleni 12 gólos vereség, az egészen biztos azon, hát el is ment ez a 8 közé jutás. Ezzel hozzá jobban számítottam a Debrecen, előzetesen jobban számítottam a Debrecen továbbjutására, mint a Mosó-Magyaróváréra. Hát sajnos ez nem jött össze. Félig teli a pohár, félig meg üres. Akár Mosó-Magyaróvár, akár Debrecenben. Siófokon meg inkább telinek mondható. Ugyan az első hely nem lett meg, de a második se rossz. Hát az is továbbjutást és teszem hozzá. Siófokon már az ötödik fordulóban el tudták dönteni ezt a kérdést. Ellenfelük azonban az IKASZ lesz, amely ugye egyedüléként zárt a hibátlanul a csoportkört, és hát a párharcokat majd március 18-án és 19-én az odavágókkal kezdik, és 25-én, 26-án a visszavágók, és a somogyiak majd a Kis Szilárd sportcsarnokban kezdik el a negyeddöntőt. Ez egészen izgalmas, mert párharc lesz, az biztos, hát remélhetően hogy sikerül megállítani az IKASZ-ot, hát ki fogja azt, hiszen eddig senkinek sem sikerült őket. És hát ugye, hogyha a Podrafa kikapott egyébként Debrecenben, ők lettek az egyik csapat, amely pont nélkül zárta a csoportkört, a másik pedig a Siófokkal egy kvartetben szereplő Molde. Ennyi fun fact még az női kézi Európa Liga végére. De menjünk is át a férfi BL-re. Szem
felrelépett a Pixed és a Telekom Veszprém, és kezdjük is először az OTP Bank Pixegeddel, akik 36-33-as sikert adtak az éppen a Kiel ellen. Hát az első félidő megben megint úgy nézett ki, hogy hát ellép az ellenfél, és akkor innen nincs visszaút, kialakítják a kényelmes különbséget, azonban nem is sikerült, hiszen a Csongrádiak a második félidőt 22-16-ra nyerték meg az Zebrák ellen. Remek egyéni teljesítmények, ugye Mikler Blanc 13 védés mutatott be, ezzel bekerült a 7 csapatába a Bajnokok Ligájában, és a legjobb védekező játékos pedig Imányol Garcián Diára, aki mint 6-szor talál be, de végül de hátul is remekül teljesített. Hiába Sander Szagózen 7 talált a túloldalon. Ez nem sikerült a Kielnek, nem lehetett győzelmi. A Szeged pedig első nagy skalpját szerezte meg, hiszen eddig csak a Celjét meg az Elverumot tudták legyőzni, ugye mindkettőt oda-vissza. Most pedig legyőzik egy olyat, amely további pozícióban áll. Ezzel biztossá vált, hogy Juan Carlos Pastor együttese ott lesz majd a kiesés szakaszban, persze. Kérdés még hanyadik pozícióban. Hát ez majd az utolsó két fordulóban fog eldőlni. Sorsodő meccsenébe per a Telekom Veszprém Magdeburg otthonában. Hát amennyire teszem hozzá, hogy még egyenrangú partnere volt a Bakonyi együttes a német bajnoknak az első félidőben, hát a másodikban ez annyira elvált egymástól a két csapat. 38. percet írtunk emlékeim szerint, amikor még hát 37-et egészen pontosan, amikor 19-19 volt Zalaszko Pesmábek egalizált, és hát onnantól kezdve egy nagyon rossz hullámvőbe futott bele a Veszprém, és hát lett a végelmény 32-25 a németek javára, ez azt jelenti, tehát, hogy 19-19 után egy 13-6 az utolsó 23 percben. Hát valami nagyon nem működött a Veszprémnél, mint támadásban, mint védekezésben csúnyán szétestek a végére. Ez nem az, ami szerintem úgy sorsdöntőletett a 44. perc, amikor hát volt ugye a Kászbiznek az a utolsó utáni egyetlen passzvált a szituációból egy faltos helyzetből, nőszögből bedobott gólya, hát biztos sok Veszprém szurkoló káromkodott mind a helyszínen, mind a tévé előtt. Hát ez nem sikerült. Nagyon nem sikerült ez jól. Teljesen szétesett a Veszprém játék a második fél időre. Hát ezt számhozzá a legvégén már volt egy Vladan Lipovinának egy mondani dupla kínaiból szerzett találata. És hát emeljük azért Philipp Weber meg Kyle Smith-t, akik 9-9 alkalommal találtak, meg Lukasz Mertens is a kezdőből is hibázott, így lett neki 6 gólja. Kapban Nikola Portner védett 14-szer. Hát mindenben felülmúlt a Bennett Wigert együttese Momir Ilić tanítványait. Nagyon nem sikerült ez. Az amiatt fájad, hiszen ugye most a Magdeburg ugye utolért a pontszámban a Veszprémet a csoport második helyén, és hát ilyen pillanatban eléjük is került így, hogy egymás elleni eredmény a keletnémeteknek lesz jobb. Vagy pontosan mondjuk Németország keleti területén fekvő csapatnak lesz jobb. Hát innentől kezdve ugye van két mérkőzés, Veszprémnek kétszer kell nyerni, ahogy egy Magdeburgi hibát is ki kéne szurkolni, hogy meg egy egyenesságon a negyed döntő. Hát nem lesz egyszerű, az egészen biztos. De hát remény, ha meg utoljára maradjunk annyiban, fel kell még zárkózni hát az első két helyhez pontosabban. Férfi Európa Liga is folytatódott, és hát remek mérkőzésekkel magyar szempontból. A Haldonfüred a Veszprém Arenában fogadta az előző szezonban négy közé jutó RK Necsét, és hát György László tanítványai egyenrangú partnerei voltak a horvátoknak. 60 percet, ugyan 31-28-as vendégsiker lett a vége, de nem arról beszéltük volna, hogy 15-20 perc után minden eldőlt volna. Meg kellett ám izadni a Necsének. Hát ugye betalál Stefan Sretenovic 8-szor, igaz, minden második lövését elrontotta. Miért Hornyák Péter 7-ből 7-et produkált, Szűcs Bence 7-ből 6-ot, aztán végén persze összeszerett egy piros lapot is. Hát Andó Arján 14 védés, és egészen remeknek mondható. Tényleg Halszányival volt csak jobban Ecse. Hát egy kis szerencsével akár meg lehetett volna legalább egy pont is.
De más kérdés, hogy ezzel azonban eldőlt az, hogy Balatonfüred matematikailag is kiesett a sorozatból, nem juthatnak már be a 16 közé. De erre a teljesítményre lehet majd alapozni a jövőben is. Az Istáca a Ferencváros fogadta, és hát egy rengeteg hiányzó megtizedelt Ferencvárost. És hát lett a mérkőzés vége 35-35-ös döntetlen lett, és azt kell mondjam, hogy azért a második félben igencsak a Fradi felé állt az ászló. Lehet ezt értékelni egy remek pontnak is, vagy esetleg egy elveszítettnek is. Nehéz persze eldönteni, de azért az előzményeket ismerve azt mondhatjuk, hogy ez inkább egy megnyert pont volt a Ferencvárosnak. Nagyon szűkkel túlozott el Pásztor István együttese Svédországba. Rengetegen hiányoztak, kulcsemberek, akár Borbi Ádám a kapul, aki a Pauc ellen ugye igazi sikerkovács volt. Ti is egy, így is a csoport másodikén álló svéd bajnokkal fantasztikus mérkőzés játszott a Fradi, és a Nagy Bence 15 találata egészen érdetlen volt, egy igazi vezér volt a pályán, akit mondhatni nem lehetett kizökkenteni a ritmusból. És ez volt a Ferencváros történetének első idegenben megszerzett pontja a Nemzetközi Kupa csoportkörében. És hát teszem hozzá, hogy a remény még megvan, nyugodtan kijelenthetjük. Ugye Ferencváros jelenleg tehát a csoportjában a 6 pont az 5. helyen áll, de a, ugye rosszabb gólkülönbséggel előzi meg, rosszabb gólkülönbség által állnak itt, ugye a Pauc az jobb gólkülönbségben van előrébb, de hát ha Benidormban nyer a Ferencváros, akkor lehet még esély a 3.-4. helyre. Bízzunk abban, hogy sikeresen veszik majd az akadályt. Mielőtt azonban ráhangolódnánk a jövétre, még azért számolunk be arról, hogy a Fehér Bál Veszprém a Kadetten Schaffhausen ez látogatott, és szenvedett 38-32-es vereséget egy odadír magas színvonalú mérkőzésen. Persze az elsőben kényelmes előnybe kerültek a svájciak, ahogy lesz a Krisztián Pilipovics 13 védés mutatott be, Odin Rikárszon 10-szer talált be, de azért élesben lett 8 gólja is remek teljesítménynek mondható. Tisztes helytállás megvolt, eszem hozzá azért nem mondhatni azt, hogy éles, vagy pontosabban Kongó Csaba együttese bekerült volna, beleszadt volna a nagyon kemény késbe. Volt egy olyan jelenet, amikor megadtak egy Veszprémi gólt, ami oldalában, legalábbis az alapvonal játékvezető ezt jelezte, azt a mezőnyspori segített neki, hogy ez nem az, és akkor mégse gól, és nem is adta, mert aztán a Schaffhausen edzője kelt ki magából, hogy hát mit néztek ti, kapott érdes sárgát, persze ítéletet módosították, mert azt, hogy a gólt azt nem adták meg, hiszen nem volt az. Még én nem adtam volna a kispannak sárgát, legalábbis az edzőnek, de hát ők tudják, mi itt a helyes. Ha a zsűri elnök jelez valamit, akkor általában szoktak intézkedni. Átigazolási hírek blokkunk következzen, ugye nőknél volt itt modern sürgés forgás. A Győri Eto egy norvég szélsőt igazol, mégpedig Emily Hovdent a Viborgtól, aki nyert már világ és Európa bajnokságot is a dán válogatottal. Nyártól kezdve 2+1 éves kontraktust írt alá a kisalföldi együttessel. A Ferencvárosból pedig távozik majd 3 év után Alicia Stolle, aki visszatér a Borussia Dortmundhoz. Hát itt még ugye abban bíznak, hogy esetleg bővül az eredménylista akár trófeával is. Meglátjuk majd, hogy mit hoz a szezon hátra lévő része. Ugye Stolle az utóbbi hetekben mondhatni újdonsült beállós, de úgyhogy csak Kisfaludi Anett maradt bevethető azon a poszton. Jobb átlövőként beálló nem akármilyen pozícióváltás, ez egészen biztos. Térjünk rá a mostani programjára. Hát ugye kedden kezdődik már az Európa Liga. 18:55 perckor a Füred a Sportingot fogadja a Veszprém Arénában. Hát a balatonfürediek már ugye nem juthatnak tovább, de azért legalább hazai közönséget gondolom szépen szeretnének búcsúzni a sorozattól. És hát említsük meg talán a hét egyik legfontosabb mérkőzését. Ugye 20:45-kor lesz kedden a Benidorm meg a Ferencváros találkozója, és a Fradi pedig a bajnokságban győzelemmel hangol, még pedig 32-28-ra győzték le az éppen a Tatabányát. Szóval hát az előjelek nem rosszak a Ferencvárosi szempontból, nyerni kéne majd a spanyol városban. Nem lesz egyszerű, de meg kell próbálni, és úgy velük egy időben játszik majd ugye a Fehér Bál Veszprém a Montpellier otthonában.
Úgyhogy lesz majd a közvetítés, hogy a Füred meg a Ferencváros mérkőzését élőben adja majd a Sport 2, aztán pedig ugye 22-30-szor a Fehérbál Veszprémét pedig majd felvételről mutatják meg. A férfi bajnokok ligájában ugye ismét párra lép mindkét magyar együttes. A Szegeda sorozat kétszer egy színvédő, ez a Barcelonához látogat majd szerdán 20 óra 45 perctől, míg a Veszprém pedig 18 óra 45 perctől fogadja a csoport utolsóján álló Portót. Bízunk abban, hogy mindkét csapat nyer. Hát a Szegednek nehéz dolga lesz Barcelonában, szinte lehetetlen küldetésnek tűnt, a Veszprémnek vissza kell térni a helyes útra ahhoz, hogy még lehessen a másik erről álmodni. Egyébként a Magdeburg majd Zágrábban látogat. Szerintem, ahol teszem hozzá, Veszprém elvérzett az ősz folyamán. És hát bajnoki mérkőzések tekintetében három kerül majd televíziós kép, televízió képernyőzőn a hétvégén. Kezdjük a férfi bajnoksággal, ahol három fontos rangadós lesz, és még említsük meg a múlt hétre azt, hogy a budai Farkasok együttese legyőzte 25-24-re a Csurót ezzel. A budaörsi együttes megszerezte története első pontjét, egyben első győzelmét az évvonalban. Hát nem akármi ünnepét rendeztek ott a mérkőzés után, az egészen biztos. Bocsánat, 29-28 lett a végeredmény, tehát egy góllal legyőzték a Csurgót. Ez egy óriási szenzáció ez az egészen biztos Merkovszki Pálék számára. Melegyük persze a bemaradáshoz elég lehet ez, de mondjuk mindenképpen kéne még hozzá pár pontot szerezniük. Szombat igazi szupernap lesz a férfi bajnokságban, hogy 16-45 perccel a Balatonfüred Szeged mérkőzés rendezik majd meg, 18-30-szor pedig a Ferencváros Telekom Veszprém, ezt a kettőt élőben lehet majd nézni az M4 Sport Pluszon. És 18-ok lesz egy Csurgó Tatabánya rangadó, hogy 5. helyzet látja vendégül a harmadikat. Hát az élmező most így szépen egymást áll, az első 6 helyzet mindegymással találkozik. Hát soha rosszabb fordulót, az egészen biztos. Soha rosszabb napos, soha rosszabb fordulót, maradjunk annyiban így a hétvégével kapcsolatban. Igen, vissza egy pontosítás még, ugye a Veszprém a Szeged mérkőzését majd a Sport 1 közvetíti a hétközben, ami a Bajnokok Ligáját életi, és a bajnokikat majd az M4 Sport Plusz. És hát vasárnap pedig a női bajnokságban is tévéreklői mérkőzés 18-40 perctől a Mosó Magyarra fogja a Debrecen, 5. állnak a Kisafföldek 17 pont, a Debreceniek 21 ponttal a harmadikon. Hát egy utolsó remény még a dobogóra ez a Kisafföldeknek. Teszem, hogy ezek nemrég a Ferencvárosra 22-22-t játszottak itthon. Hát nem lesz egyszerű mérkőzés a Debrecen számára, az biztos. Ezt kerülnek majd képernyőre, hogy a külföldi érdekeltségű mérkőzések is a először ugye a Bajnokok Ligájából a férfiaknak ugye egy Kielce-egye szerint 18-45 perckor csütörtökön majd ugye 20-45 perctől a Nant Kielce, míg vasárnap pedig a Bundesligából 14 órakor a Füsse Berlin Melsungen, 16-5 perckor minden Flensburga Port 1-en mind. És ezen az a francián lesz majd egy Párizs Nimrangod, ezt minden bizonyom, de lehet 4 plusz közvetíti majd azon 17 órától. Leszpit nézik kézzeladában az egészen biztos ezen a héten. Hát sorsöntőjét az Európa Ligában, a Bajnokok Ligájában, rangadók hete a bajnokságokban. Hát nem fogunk unatkozni az egészen biztos ezen a héten sem, és hát bízunk abban, hogy egy hét múlva ismét magyar sikerekről számolhatunk be. Hát mondjuk most annyiról nem számolhattunk be, de bízunk abban, hogy egy sikeresebb hét lesz majd, mint amilyen az előző volt. Köszönöm szépen a figyelmet, jövő héten ismét jelentkezünk majd Van Hand Show-val. Sziasztok!